Sok sikert mindenkinek, de hajrá Kumpi! Célunk a döntőbe elsőként bejutni. Frappáns bemutatkozó versekkel érkeztek a diákok a csütörtöki megmérettetésre. Jöttek középiskolások Várpalotáról, Veszprémből, Sárbogárdról, Ajkáról, Balatonalmádiból és természetesen városunkból is. A fiatalok szerint mindenkire ráfér, hogy többet tanuljon az Európai Unióról, hiszen éppen annak szívében élünk. Jobban segít megismerni a társadalomnak és legfőképpen a fiataloknak az Európai Unió célkitűzéseit, politikáját és kibontakozása is ad lehetőséget. Úgy érzem, hogy fontos ezeket az átlagembernek is tudnia, mivel Magyarország szerves része az EU-nak, és fontos megismernünk ezt a rendszert, illetve az ebben dolgozó emberek munkáját. Nekem nincs sok távlati célom az EU-val, viszont nagyon szeretek utazni, szóval bejárni mindenképp szeretném, mert gyönyörű. Az első online fordulót követően a legjobb 10 csapat jutott be a regionális döntőkbe. Városunkban a Europe Direct iroda adott otthont az izgalmas megmérettetésnek. Itt kreativitást is próbáljuk, nem csak a lexikális tudást nézzük meg, hogy mit tudnak az Unióról, milyen intézményrendszere van, hanem hogyha például újságot állítanak össze, azt hogy kell megszerkeszteni, mi a fontos az ő számukra, úgy állították össze ezeket a kiadványokat. A csütörtökön dobogós helyezést elért csapatok kirándulást kapnak ajándékba. Az első és második helyen végzettek a december 6-ai Kecskeméten rendezett országos versenyen vehetnek részt. Az a csapat, amelyik a legjobb helyen végez, egy strasbourgi 4 napos utazást kap nyereményül.